Arra figyeljetek, hogy amikor ilyen lila szikszal van a címkénél, az eredeti szó az tényleg 56-os kellik, úgyhogy arra figyeljetek. Elvileg mindenkinek van egy fegyvere. A magyaroknak kell, hogy legyen a dobtáras, meg a jól kinéző fegyverek, mivel ők fognak közelebb látszódni a kamerába. Itt vagyunk Rétságon, a Palóc videótékával vettünk fel egy kis filmet, ami miről szól? Hát 56-os témában akciójelentek lesznek. Úgyhogy azért vagyunk így felöltözve, meg így összemocskolva, de azért jó, hogy Nógrádban vagyunk, mert nem messze innen van egy olyan hely, amit meg tudok nektek mutatni. Na menjünk! Emlékeztek, amikor az egyik videóban arról beszéltem, hogy ha telket vennétek, akkor azt még véletlenül se csak szerelemből tegyétek? Ugyanis, hogyha így tesztek, akkor nagyon könnyen belefuthattok mindenféle olyan bökkenőbe, ami később esetleg sokkal nagyobb szívás lesz, mint ahogy azt az elején a romantikus tévképzetekben elképzelitek. Hát, most elég nagy gondban vagyok, mert hogy pont ott vagyok, azon a helyen, ahol eredetileg telket szerettem volna venni, és az a helyzet, hogy a szívem szakad meg, mert hogyha megnézitek ezt a tájképet, oké, tudom, az, ahol a birtok van, az is nagyon szép, de ez konkrétan gyönyörű. Take me where your river flows. I wanna drive on your open road like the wilderness where we are born singing whoa. Itt vagyok Nógrád megyében, Nógrád település mellett, úgyhogy dupla Nógrád ez a hely. Valószínűleg azért áll közel hozzám ez a hely, mert hogy én azért a gyermekkorom nagy részét a Bükkben töltöttem. Úgyhogy erősen hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy az ember egyszer csak lehajol és ilyen szép nagy őzlábakat talál. Mert ez nem jelenti azt, hogy Komárom-Esztergom megyében, ahol jelenleg van a birtokot, ne lehetne gombákat találni, bár épp egy gombaszakértő barátommal beszéltünk arról, hogy elég különös a birtokom, mert hogy még egy darab kalapos gombát nem láttam, vagy amit láttam, az teljesen értéktelen, pici és használhatatlan, vagy legalábbis nehezen beazonosítható. De most nem ezekről a csemegékről akartam beszélni, hanem arról, hogy miért nem itt vettem telket annak ellenére, hogy ez a hegyes, dombos, völgyes vidék nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, és nagyon megnyugtató tud lenni egy ilyen környék, úgyhogy ráadásul a szomszédokat is szinte alig lehet hallani. Hát azért, mert átgondoltam, hogy itt nincsen áram. Nagyon-nagyon messze van, nagyon sokba kerülne bevezetni a telekre, az áram pedig létszükséglet, abból a szempontból legalábbis, hogyha ki szeretnék, ha nem is költözni, de ki szeretnék menni hosszabb időre, hogy több napot egyhuzamban ott legyek és akár onnan is dolgozzak, ahhoz elengedhetetlen, hogy legyen áram. Persze utólag belegondoltam abba, hogy az a különbözet, amit az itteni telekárak, illetve a jelenlegi birtokom helyén levő telekárak jelentenek, az lehet, hogy elegendő arra, hogy mondjuk egy szigetüzemű napelemes rendszert ki lehessen építeni, akár megfelelő akkukapacitással is. Azért olyan túl nagy áram felhasználása nincsen a laptopomnak, hogyha dolgoznom kellene róla, úgyhogy lehet, hogy ez akár még áthidalható is lett volna. Legalábbis most ezzel fájdítom tovább a szívemet. De igen, ez volt az egyik ok, a másik pedig az, hogy az itteni telkek, amiket néztem, jogilag nem mindegyik volt tökéletesen rendben, úgyhogy az féltem tőle, hogy egy kicsit a későbbiekben megbosszulhatja magát, és ezért döntöttem némiképp kompromisszumos megoldásként a jelenlegi birtokom mellett. There's an ocean in your eyes, a million stars that paint the sky, so we'll drift down with the tide singing whoa. Vezetékes víz vagy kút azokon a telkeken se lett volna, amiket itt néztem volna, úgyhogy ebből a szempontból lehet, hogy csöbörből vödörbe kerülnék, hogyha ide jönnék. Viszont abból a szempontból, hogy itt jóval több csapadék hullik, nem nehéz ahhoz a sivatagokhoz képest, abból a szempontból ez sokkal barátságosabb környék. Ez persze a természetes vegetációból is szépen lehet látni, meg persze a termesztett növények a környéken szintén arról árulkodnak, hogy itt egy picit hűvösebb a klíma és több a csapadék. Erre utal az például, hogy a környéken nagyon sok bogyós gyümölcsöt termesztenek, amit a közelben levő egyik településen, Berkenyén dolgoznak fel. You and me, let's fly away, somewhere past the Milky Way. Maybe we'll return someday. Don't wake me up, don't wake me up.
másik dolog, ami Nógrád ellen szólt, hogy bár időben nagyjából ugyanannyi lenne a két telek, viszont ez távolságban nagyjából 20 kilométerrel több, tehát egy oda-vissza útnál az már 40 kilométer, ami benzinben sem mindegy, meg persze környezetterhelésben sem, de hogyha eleve az a cél, hogy itt maradnék huzamosabb ideig több napot egy huzamban, akkor ez lehet, hogy valamelyest kiegyenlítődhetett volna. Tudom, hogy többször mondtam, hogy az a birtok, amin most dolgozom, illetve amit most használok pihenésre, az nem a végleges lesz, nem onnan fogok nyugdíjba menni. Ez persze nem azt jelenti, hogy elégedetlen lennék azzal a helyjel, vagy megbántam volna a döntést, hanem sokkal inkább azt, hogy az életben minden nagyobb döntésnek egy bonyolult háttere van. És hogyha utólag ennek a háttérnek csak egy-egy elemét ragadjuk ki, és csak arra koncentrálunk, akkor nagyon könnyen átesetünk a ló túloldalára, és úgy érezhetjük, hogy teljesen rossz döntést hoztunk, holott erről szó sincsen, hiszen azokat a szempontokat korábban próbáltuk amennyire csak lehet racionálisan mérlegelni. Ez persze nem jelenti azt, hogyha változnak a körülmények, akkor egy-egy szempont ne nagyobb súllyal essen alatban. De hát akkor még mindig ráérünk majd újra mérlegelni és új döntéseket hozni. Mert hogy a döntésekben mindig lehetőségek is rejlenek, és ettől izgalmas az élet. Ettől is izgalmas az élet. Na jó, sziasztok! Waiting for the sun to rise, rainy days and careless nights. Say you will, don't say goodbye, say it's over.